Mindössze három fordulónak kellett eltelni a megyei első osztályú bajnokságban ahhoz, hogy már ne legyen hibátlan csapata a mezőnynek. A két kör után listavezető Nyírgyulaj 7-2-es vereséget szenvedett Fehérgyarmaton, a Tiszakanyának pedig be kellett érni a Gyulaházán egy 1-1-es döntetlennel. A Tiszavasvári 1-0-ra győzött Máté Szalkán, a Tuzsér a Mándokot verte 3-2-re, a Nagyecset Tiszalökről távozott 3-0-á sikerrel, a Szakoly a Baktalóránt házát múlta felül 1-0-ra, a Nagyhalász Kemecsemes pedig 1-1-es pontoszkodással végzett. Az újonc Sényű 3-2-re győzött a meccselőt még 100%-os Ibrány ellen. Én úgy gondolom, hogy bár az eredmény nem ezt tükrözi, egy rendkívül sima mérkőzés volt, sokkal jobbak voltunk, mint az ellenfelünk. 1-0-ás vezetés után rengeteg helyzetet kidolgoztunk, ami sajnos kimaradtak, majd egyenlítettek, utána megint vezetés, szerintem megint egyenlítettek, és a végén a hajrában 85. percben döntöttük el a találkozót, de véleményem szerint, ha jobban odafigyelünk a helyzeteinkre, 3-4 gól is lehetett volna a két csapat között. Három fordulót követően a Tiszakanyár, a Sényű és a Tuzsér áll 7 ponttal a megyei első osztály tabelláján. 4 csapatnak, az Ibránynak, a Nyírgyulajnak, a Nagyecsednek és a Szakolynak 6 pontja van. Az egyedül 5 pontos Gyulaházát a 4 pontos Fehérgyarmat, Mándok és Tiszavasvári követi. Három döntetlenjének köszönhetően a 12. Kemecse 3 pontos, 1 pontja van a Nagyhalásznak, a sort pedig a még pont nélküli Baktalórendház, a Máté Szalka, Tiszalök trió zárja. A 4. forduló párosítása a következő: Baktalórendház, a Tuzsér, Tiszavasvári, Vári Tiszalök, Nyírgyulaj Gyulaháza, Nagyecset Fehérgyarmat, Ibrány Szakoly, Sényű Nagyhalász, Tiszakanyár Kemecse és Mándok Máté Szalka.